A firma nevében próbálnak nyilatkozni páran. Mi az oka, miért eljöttetek? Hát az egész hip-hop kultúrának az építésére jöttünk végül is. Hát az, hogy mivel a hip-hop, a break, graffiti, a freestyle cuccok benne vannak, de hát végül is ebből végül is a graffitit, azt, amit csak a háttérben láthattak ugye az emberek, azon kívül semmi különösebb, végül is az, ami a hip-hop kultúrát igazán építi Magyarországon, az a graffiti, ami igazán adja magát. Ti valamilyen szempontból részt vesztek ezekben a dolgokban? Hát részt veszünk? Igen. Mint hip-hop? A hírnév miatt. Mindig a hírnév a legfontosabb. Yes, igen. Ilyen firma, a stílus velünk van. Tavalyi évről valamit, tavalyi Rap Jamről? Hát olyan volt, mint most, csak akkor mi voltunk a legjobbak. Mármint, hogy a firma. Értem. És most is mi voltunk, de most már gázosabb, mint tavaly volt. Komolyan. Ez valami változást láttatok a tavalyi összképest van? Hogyha nem a hip-hopról szólna mostanában ez, hanem ilyen mindenféle furcsa dolgokról, szponzorokról, pénzről, még több pénzről, meg annál is több pénzről. Nem ilyen underground szinten megy a dolog, hogy mindenki a média iránt, szóval mindenki a szponzoráson alapszik az egész, nem, azért nem ilyen underground szinten megy, hogy szóval mindenki valamilyen szinten függ a szponzoroktól, érted? De ez a lényeg az egésznek. Összeveszni a Sprite-tal, de honnan tudja a Sprite képviselő, hogy mi az a hip-hop zene? Oké, hogy szponzorálja, de miért kell, hogy benne legyen a zsűriben? Mit tud ő a hip-hopról? Kint graffitizik az utcán 60 éves feje, vagy brékelne? Hát leginkább a zsűri engem arra emlékeztetett nagy részben, ami 1968-ban volt a Tánctal Fesztivál, amikor oda mentek az arcok, akik Szécsi Pálon nevelkedtek, leültek, náluk volt a Zsé, végignézték a beat programot, és azt mondták, primitív ritmusokra épülő, technikailag kidolgozatlan zene ez, sajnos még sokat kell fejlődniük. Bezzeg, aki odajött, harangozó terit lenyomta egy az egybe, az nyerte a díjat. Itt is ez van. A kemény budapesti stílus nem győzhet ilyen mainstream eseményen. Magyarországon szerintem ami a hip-hop kultúrában benne van, Az végül is igazán ami elfoglalja helyét a hip-hop kultúrában, az igazán a graffiti, nem a rap zene, de tulajdonképpen a graffiti az, ami igazán ad neki egy kiinduló pontot, érted? Mert végül is mindenhol vonatokon lehet látni, falakon, mindenhol, minden szét van bombázva, ez a lényeg az egésznek, ez egy tradíció, érted? Mennyire kap helyet a DJ-ink nálatok itt a hip-hopban? Kicsoda? DJ-ink. Figyelj, maximálisan, Sanyi az király. A DJ-nek nagyon fontos szerepe van minden jó zenekarban. Ebből látszik, hogy melyik a jó zenekar, amelyikben jó DJ van, meg amiben jó MC-k. DJ-nek az a feladata, hogy mivel ő zenével foglalkozik és műsort ad, ezért tudja, hogy mit szeretnek az emberek, meg a zenei ízlése az kifejlett. Sokkal több zenét hallgat meg, mint az átlagos rajongó. És nyilván hát a scratchelésben is mesternek kell lennie, csak így lehet igazi. Yeah.